Középpont. A lényegre térünk, mert van véleményünk. Egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni a következő percekben. Cseh Katalinról van szó, a Momentum politikusáról, illetve hát most már európai parlamenti képviselőjéről. És hát az utóbbi időben ő elhíresült, mint a, nem tudom, a botmixer kifejezésnek a előszeretett használója. És hát most egy újabb, nagyon érdekes dolgot csinált, és hát tett közzé, ugyanis hamarosan közeledik a születésnapja, és ez alkalomból a Facebooknak van egy új lehetősége, hogy adományokat lehet gyűjteni bizonyos szervezeteknek, alapítványoknak. Na hát Cseh Katalin fogta és a Planned Parenthood amerikai szervezetnek kezdett gyűjteni, mondván, hogy olyan értékeket képviselnek, és olyan programokat csinálnak, amit ő abszolút tud támogatni, és szeretne is támogatni. Deák Dániellel beszélgetek erről, a 21. század vezető elemzőjéről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Azt azért még elmondom a hallgatóknak, hogy ugye ez a Planned Parenthood, ez arról szól, hogy tulajdonképpen egyrészt az abortusz támogatja, illetve a sikertelen abortusz utáni, hát kvázi csecsemőgyilkosságot is támogatja, illetve mindent, ami ehhez szükséges. Úgyhogy innen indulunk, és ez a kiinduló pontunk. Nem tudom, hogy ön mit szólt ehhez a hírhez, vagy ehhez a kezdeményezéshez. Igen, most ez a Planned Parenthood szervezet a legradikálisabb abortuszpárti szervezet az Egyesült Államokban, és Cseh Katalinnak ezek a korábbi kijelentései, illetve az, hogy most ennek a szervezetnek gyűjt adományokat a közösségi médiában, az azt mutatja, hogy a Momentum az egy szélsőségesen liberális párt, és nagyjából azt a politikát és azokat a abortuszpárti dogmákat követik, amelyeket a demokraták az Egyesült Államokban képviselnek. Hillary Clintonnak voltak 2016 környékén olyan nyilatkozatai, olyan előadásai, ahol emellett a szervezet mellett állt ki, és lényegében azt mondta, hogy bárkikor, bármilyen módon lehet abortuszt elvégezni. Ők ezt ilyen reprodukciós egészségügyi ellátásnak nevezik, tehát egészen cinikus elnevezést adnak ennek a magzatgyilkosságnak, és látjuk azt, hogy jelen pillanatban Magyarországon is próbálják ezt a témát napirendre hozni, próbálnak ilyen botrányos akciókat végrehajtani, annak érdekében, hogy tágítsák a lehetőségét az abortusznak. Na most én elnézést kérek a tudatlanságomért, ezért nem néztem utána ennek, de a Momentum is, mint párt nyilatkozott már abortusszal kapcsolatban, mert ezt most így hirtelen nem tudom, mert ugye Cseh Katalin kvázi beleállt ebbe a témába, és sokan azt mondják, hogy már csak Dafke is csinál ilyen akciókat, meg ilyen megnyilvánulásokat, hogy úgymond polgárpukkasztásként. Nem tudom, hogy maga párt is nyilvánult-e meg ebben a témában. Igen, most ugye Cseh Katalin a Momentumnak az európai parlamenti képviselője, tehát nem tehet úgy nyilatkozatot, hogy az teljes mértékben ellentétes lenne a Momentum álláspontjával. Ezért mondom azt, hogy itt a Momentum, mint önmaga egy jelenség, azt mutatja, hogy ha ők mondjuk hatalmi pozícióba kerülnének, nagy valószínűséggel lazítanának az abortusz szabályozáson. A programjuk eleve egy liberális program, tehát ők a melegházasságtól kezdve az LMBTQ jogok teljes körű kiszélesítésén át, az abortusz kapcsán is sokkal inkább egy megengedőbb álláspontot képviselnek. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy általában az abortusz pártiak mindig arra hivatkoznak, hogyha mondjuk egy anyának a gyermeke vagy magzata beteg, genetikai problémái vannak, akkor tegyék lehetővé a terhességnek a megszakítását, tehát egészségügyi okokra hivatkozva szoktak általában. De fontos hozzátenni, hogy Magyarországon mindenki számára lehetőség van arra, a terhesség időtartamától függetlenül, hogy ha egy állapotos nőnek az életét veszélyezteti a terhesség, vagy a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyezhetetlen rendellenesség fennállása áll fenn, akkor bármikor lehetőség van abortuszra, tehát ezek az érvek, ezek a kifogások általában hamisak, mindenki számára lehetőség van Magyarországon arra, hogyha egészségügyi probléma van, akkor a terhességet megszakítsa. Általában én azt tapasztalom, hogy azért mondják ezt az egészségügyi kifogást, mert az embereknek a tudatlanságára próbálnak hatni, és ezen át próbálnak
szélesíteni az abortusznak a lehetőségén. Nagyjából hasonló tendenciát láthatunk, mint a marihuánának a legalizálásánál. Ott is általában egészségügyi kérdések körben kezelik ezt az egész ügyet, arra hivatkozva akarják legalizálni a marihuána fogyasztást, azonban gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez csak egy ürügy, ez csak egy lepel, egy álca, és a valóságban sokkal szélesebb körnek tennék lehetővé ezeket a dolgokat. Sőt, hát akkor még hozzáteszek egyet, mert a másik, amit nagyon szoktak hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, ez a személyiségi jogok, illetve hát az anya egyének a jogai, és ezzel kapcsolatban egyébként pontosan ezt, mert ugye ennek a Facebook felhívásnak is, amit a politikus nő kitett, pontokba szedte, hogy milyen tevékenységeket végez ez a szervezet, és az egyik az például ez volt, hogy megőrzi és védi az egyes egyének alapvető személyiségi jogait. Kérdezem, hogy egyébként miben torzul a személyiségi joga mondjuk egy anyának a szüléstől? Igen, tehát ez teljes mértékben érthetetlen, és egyfajta teljesen torz, morbid világnak a jövőképe rajzolódik ki ezeknek a nyilatkozatoknak a láttán. Az Egyesült Államokban ez egy nagyon komoly vita, ez a Cseh Katalin által is támogatott szervezet nagyon sok akár illegális abortusz klinikát is fenntart az Egyesült Államokban, és ez lényegében az emberi életnek a szentségét sérti. Ugye Magyarországon is azért olyanok a törvények, hogy mondjuk a 12. hétig szakítható meg a terhesség, hogyha mondjuk bűncselekmény következménye, vagy az állapotos nő súlyos válsághelyzetben van, mert ezek már igenis emberi lények, a magzat is ember, és mondjuk vallásos emberek tekintetében, illetve akik az emberi életnek a szentségében hisznek, hát ez tényleg egy gyilkosság, és hogyha belegondolunk, hogy ilyen szervezetet támogat Cseh Katalin, aki a Momentum Európai Parlamenti képviselője, akkor láthatjuk, hogy egyfajta torz, morbid világot szeretnének létrehozni. Nem beszélve arról, hogy az abortusz támogatása csak egyik eleme ennek a teljes liberalizált világnak. Az előbb említettem, az LMBTQ jogok totális kiszélesítése, illetve a marihuána legalizálása és különböző drogoknak a használata is ezeknek a pártoknak és ezeknek a politikai köröknek a napirendjén van. Lehet, hogy most még mondjuk nem merik hangoztatni a nyilvánosság előtt, mert ezeknek a javaslatoknak a támogatottsága nem olyan magas Magyarországon, mint mondjuk más országokban. Ugyanakkor az ilyen üzenetekkel, az egészségügyi, személyiségjogi kérdésekre történő hivatkozással akarják népszerűsíteni, vagy akár elfogadottabbá tenni ezeket a törekvéseket. Na most én olvasgattam a kommenteket a felhívás alatt, és volt egy érdekes megjegyzés. Azt mondta az egyik hozzászóló, hogy úgyis tömegével követnek el ilyen abortuszokat, illetve terhesség megszakítást, ő úgy fogalmazott, hogy elkeseredett emberek, és hogy szerinte sokkal jobb, ha ez biztonságos és törvényesen történik, magyarán, tehát, hogy ami mondjuk úgymond illegális, vagy hát szembe megy természeti és egyébként jogi dolgokkal, törvényekkel, azt tegyük lehetővé, tegyük legálissá, és akkor majd biztonságosabb lesz, jobb lesz, ez volt a gondolatmenete. Na most én gondolkodtam, hogyha nem tudom, például úgy valóságosan a gyilkosságot, lopás, stb. Ezt így legalizálnánk, és egyébként legálissá tennénk, akkor az mennyiben javítaná az adatokat, illetve hát ugye az egésznek a környezetét, tehát hogy nem tudom, hogy ön erről mit gondol. Igen, az fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon ez a téma nincsen annyira előtérben, és nem egy kulcs központi kérdés. Ez abból is következik, hogy a magyar törvényi szabályozás az teljesen világos, és például, hogyha 12. hetéig, a terhesség 12. hetéig egy bűncselekmény áldozat, mondjuk egy erőszaknak az áldozata elmegy egy kórházba, ott megszakíthatja a terhességet, tehát ilyen esetben is van lehetőség arra, hogy valakit megerőszakolnak, nem tervezett gyermekről van szó, akkor igenis elmenjen a kórházba, és az abortusznak a lehetősége ott van. Ugyanakkor, hogyha tényleg nem bűncselekménynek köszönheti a terhességet, nem annak a következménye, illetve egy egészséges gyerekről van szó, akkor mindig az a legjobb út, hogyha megszületik ez a gyermek. Ugye nagyon sok inkubátorház van az országban, Budapesten is több helyen van arra lehetőség, hogyha valaki
nem szeretné a gyermekét felnevelni, akkor abban az inkubátorházban legálisan ott hagyhatja, és ezt követően nevelőszülőkhöz kerül a gyermek. Tehát nem indok az, hogyha valaki nem akar gyermeket, hogy megölje ezt a magzatot, hanem igenis van legális útja annak, hogy nevelőszülőkhöz kerüljön ez a gyermek. Tehát a mai demográfiai körülmények között, ahol Európa népessége csökken, ahol a bevándorlással akarják orvosolni a csökkenő népességet, és lényegében a keresztény kultúrát teljes mértékben háttérbe szorítják egyes nyugat-európai országokban, és ebben a körülményben minden gyermekre szükség van, és mindenki, aki egészséges gyermeket hoz világra, nem előtt kell tartania azt, hogy nem szabad elhamarkodott döntést hozni, hanem igenis ezek az inkubátorházak, illetve a nevelőszülőségnek a rendszere továbbra is lehetőségként fönnáll annak érdekében, hogy az ilyen gyermekeket ne kelljen megölni, ne kelljen abortusz áldozatává tenni, hanem igenis lehessen neki rendes, normális élete, és élhesse azt az életet, amit a világ adott neki. Most próbálom szépen megfogalmazni majd a következőket, de ugye hát ezzel a gondolkodásmóddal, amit mondjuk ezek az emberek képviselnek az abortusz támogatásával, stb., ezzel ön is, és én is, és mindenki, aki mondjuk egy konzervatívabb álláspontot képvisel, mondhatni múlt századi gondolkodásúnak van titulálva, mert hogy azt mondják, hogy a 21. században az abortusz, a gyermekeknek a megölése, vagy hát ez a tervezett, vagy a terhesség megszakítás, ez önmagában abban segít, hogy 21. századi nők azok egyenlős szintre tudjanak jutni a férfiakkal, és abszolút ez a kulcsa ahhoz, hogy egy ilyen egyenjogúság az létrejöjjön. Kíváncsi vagyok az ön véleményére erről. Igen, mindig ezeket a szólamokat hallhatjuk, tehát ugye a 21. századra történő hivatkozással arra, hogy ez már modern világ, és hogy itt ezeket már tényleg meg lehet csinálni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt csak azért mondják ezek a balliberális körök és ezek a politikusok, mert ezzel próbálják meg elfogadtatni ezeket a tényleg természet ellenes, a természet törvényeivel szembe helyezkedő lépéseket és döntéseket. Tehát ebből fakadóan Magyarországon is arra kell figyelni, hogy ezeket a szervezeteket ugye nem lehet betiltani, nem lehet az ilyen véleményeket elhallgattatni, de mindig hangsúlyozni kell a másik oldalnak az álláspontját, és sokkal inkább arra kell koncentrálni, hogy a szülőknek az edukálása az megtörténjen, és mondjuk a válsághelyzetben lévő anyukákkal pszichológus, pszichiáter foglalkozzon, és kerüljön sor arra, hogy egy anyukánál lehetőségként merüljön föl az abortusz. Ez nem csak az egyes egyéneknek, az egyes embereknek az érdeke, hanem ez egy nemzeti érdek is, hogyha azt akarjuk, hogy ebben az országban szülessenek gyermekek, azt akarjuk, hogy a családok azok normális körülmények között éljenek, akkor erre kell hangsúlyt fektetni, és az ilyen szervezeteknek nem arra kéne gyűjteni adományt, nem arra kéne költeni akár több millió forintot, dollárt, hogy az abortuszt támogassák, népszerűsítsék, hanem arra, hogy edukálják a fiatalokat, és ne legyen olyan terhesség, ne legyen olyan áldott állapot, amely mondjuk abortuszba végződik, vagy legalábbis ne ismerüljön föl az abortusznak a lehetőséget. Magyarországon mennyire van erre a, nem tudom, gondolkodásmódra fogadó készség? Tehát mondjuk azt látjuk, hogy nyugati országokban azért most már elég egyre hangosabbak ezek a csoportok, közösségek, alapítványok, szervezetek, tehát hogy azért úgy kezd ez beszivárogni a társadalom gondolkodásmódjába. Itt Magyarországon ez mennyire népszerű? Magyarországon azt tapasztalható, hogy az abortusz az mindig csak válsághelyzetekben van alkalmazva, tehát azért nem olyan elterjedt, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában, és ez azért van, mert a törvényi szabályozás az tényleg világos, egyértelmű és megengedő, tehát még egyszer mondom, aki bűncselekménynek az áldozatába esett, vagy a gyermeke súlyosan beteg, akkor neki bármilyen kórházban lehetősége van arra, hogy legális körülmények között abortuszt hajtson végre.
de ezek az úgynevezett reprodukciós egészségügyi ellátások, azok, amelyeket mondjuk Hillary Clinton, a demokrata körök és ez a szervezet is népszerűsít, az tényleg túlmegy minden határon. Ezeket a magyar kormány elutasítja, ugye egy kereszténydemokrata kormányzatról van szó, amelyik világos érték alapon áll, tehát én inkább arra számítok, hogy ezek a Momentumhoz hasonló balliberális körök az elkövetkező időszakban próbálják ezt a vitát mesterségesen generálni Magyarországon, de ez csupán azt a szűk balliberális kört fogja majd mozgatni és érdekelni, ami mondjuk a bevándorlás kapcsán is támogatólag lépett föl, de a teljes népesség körében a többség számára ezek az üzenetek elfogadhatatlanok, és nem valószínűsítem azt, hogy bármilyen törvénykezdeményezés, ebből fakadó törvénykezdeményezés vagy mozgalom az sikeres lenne Magyarországon. De hát azért minden esetben a legfontosabb, azt gondolom, az életnek a védelme, úgyhogy ezt az üzenetet továbbítjuk talán a hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm, Deák Dániel, a beszélgetést. Köszönöm szépen is.